70. születésnapját ünnepelte idén február elején Tátrai Antal, azaz Stony. A pécsi blueszenész ebből az alkalomból adott jubilómi koncertet a Baranyai Vármegye székhelyen. A 60-as évek közepén kezdtem zenélni, úgyhogy hogy elég sok minden van mögöttem. Nagyon sok zenekar, nagyon sok földrajzi területen jártam zenélésen keresztül. Nagyon sok zenésszel volt szerencsém játszani. És a mai napig is van több aktív zenekarom, akiket igyekeztem most itt összehozni, és ezen a születésnapon egy kicsit itt együtt muzsikálunk. Hát ez úgy indult, ugye, hogy amikor én már 8. éve hegedűt tanultam, és hát annak idején a Washington hangján, a éjfélkor megszólalt a Willis Canoverinek volt egy blues műsora, ahol meghallottam a blues-t. És hát annyira megfogott ez a delta, öreg, négeres, füstös blues, hogy mindjárt vettem egy gitárt, mert ugyanis addig hegedűt gyakoroltam otthon, és mivel édesapám is hegedűs volt, nekem az volt az előírás, úgyhogy a barátomnál tartottam az öreg orosz gitáromat, és azon pötyögettem ki a dolgokat, és így tanultam meg autodidakta gitározni. Aztán az életem során nagyon sokféle zenét játszottam, a jazztől, big bandtől, a pop zenéig, vagy rock zene különböző fajtáit, de hát a blues az örökké velem volt, és hát ma is ilyen dalokat szerzek. Nagyon sok nagy fesztiválon is játszottam, Németországban, több helyen. Hát itt is a Tabántól kezdve, a Pecsától, a Backstage, meg egy csomó helyen rendszeresen játszunk. Szegeden is van egy zenekarom, a Stony Blue Unit, akikkel nagyon, onnan is jön majd egy vendégzenész ma, de Budapestről is, meg külföldről is. Egy az, hogy mondhatnám azt, hogy a megszokás, de hát ne, ezt nem lehet rutinból csinálni. Ennek minden perce koncentráció, figyelem és átélés. Tehát ez nem egy olyan vendéglátós, hogy lelököm a zenét, aztán hazamegyek, hanem itt bele kell adni apait, anyait. Ez 1981-re datálódik a mi kapcsolatunk, amikor is én egy punk zenekarban doboltam, és egy ismerősünk lehozta őt, hogy hallgasson meg engem, mert ez a srác ez valamit tud, vagy nem tudom miért. És akkor lejött, én ennek borzasztóan örültem, hát akkor már ő a menüetben játszott, és az egy baromi nagy zenekar volt, és akkor annyit mondott nekem csak, hogy öcsi, te ezentúl velem fogsz játszani, csak nem így és nem ennyit. Mármint a dobolásomra. Nagyon boldog voltam, és ez azóta végül is kisebb megszakítással nagyon sok formációban tart azóta ez a munka. Amikor
vendéglátóztunk, akkor ő már abban is jártas volt, én abszolút nem, úgyhogy nekem megtanította azt, hogy hogyan lehet halkan dobolni, úgyhogy nem esel ki a ritmusból, de viszont halkan, meg hát nagyon sok minden dinamikára megtanított. Egyáltalán a zenének az alapjait végül is őtől vehettem át, úgyhogy ő akkor már igazi muzsikusnak számított, én meg még nem. Tehát ez egy ilyen kapcsolat volt akkoriban. 42 év az egy házasságban is hosszú, ugyanilyen hosszú ez együtt zenélésben, de hát nyilván jóban vagyunk, baráti a viszony. Néha vannak elsősorban zenei konfliktusaink, amiket aztán lassan de megoldunk. Úgyhogy abszolút jó a kettőnk közötti munka, emberileg is, zenészileg is. Köszönjük! Sziasztok!